Sziasztok, én Szilárd vagyok, ez itt a Gillette Fusion ProGlide limitált kiadású Justice League borotva teszt. Igen, visszatérek egy év távlatából a borotva teszthez, mert úgy gondoltam, ezt nem lehet kihagyni, mert ilyen borotvát nyomni még nem láttam. Igaz, nem a praktikusságáról híres szerintem ez a borotva, mert eléggé vicces, hogy ilyen nagy és vastag. Do you know what I mean? Srácok, ez nem lesz sorozat, sorozatnak indult, de ugye mivel nem lett eléggé nézettsége, ezért abba maradt, és ezt azért így még egy év távlatából meg szeretném nektek mutatni, mert nagyon jól néz ki. Itt is van a borotva, láthatjátok, hogy hát jó vastag, és hosszabb is, mint a társa. A fej az megmaradt, az ugyanaz a fej, ugye, mint egy akármelyik ProGlide, elég néz kimondani, ProGlide borotván láthatsz. Így néz ki, így látható, ugye itt van a Justice League felirat. A dobozán semmi különleges nincs, ilyen a feje, sokkal hosszabb, ugye mutatom. Na most ez a Gillette ProGlide, Fusion ProGlide, nem tudom kimondani. Így néz ki, ez a limitált kiadás. Hát igen, azért méretbeli különbség látszik, minőségbeli annyi nem, annyi, hogy ez fém teljesen, tehát ez egy fém borotva, sokkal jobb az érzete, nehezebb. Ez így meg műanyag, de ezen meg rajta van igazság ligája, úgyhogy ez jobb, nem csak hülyeskedek. És itt van, akit érdekel, a sima Fusion, ugye, ami nem ProGlide. És így látható a borotvák közti különbség, hogy amúgy is hosszabb egy picit a ProGlide a fej miatt. És ez meg a leghosszabb közülük. Hát funkcionálisában nem lesz olyan jó, az volt azért érte meg ezt nekem, mert akcióban volt, és nekem a borotva fej számított, mivel nagyon drága, brutál drága a Gillette borotva fej, és azt kell belátnom, hogy 4 darab majdnem fele annyiba került. Jó, nem fele, de például 2/3-ába került, amit meg tudtál venni 4 darab sima fejet ebben az igazságligás csomag helyett. Ami valljuk be, hogy vicc. És akkor térjünk is vissza a borotva tesztek lényegeihez, a borotválkozáshoz. Lássuk is neki, kíváncsi vagyok, hogy fog teljesíteni. Srácok, itt is vagyunk, igazából pontozni most nem fogok. Annyi az egy dolog, ami tényleg különbség a kettő közt, közel jövök. Tehát srácok, mint láthatjátok, ez tényleg nagyon vastag, tehát ez kézbe fogva is nagyon más. Én azt mondom, akinek az használja ezt leginkább, akinek nincsen egyáltalán ilyen ProGlide fejű borotvája, vagy akár Fusion, mert ezek a fejek egymással kompatibilisek. Ha annyit tesz, hogy a Fusion-t is és a ProGlide-t is tudod össze-vissza cserélni, variálni, annyi különbség, hogy a Fusion-nek itt narancsárga a teteje, a ProGlide ez meg teljesen kék, de ebből is van már 56 féle. Lényeg a lényegben, hogy akinek nem volt még ilyen Gillette borotvája, annak ajánlom ezt, a limitált kiadásút. Én ezt ilyen picsoverésnek találom picit, hogy ezt is el tudják adni. Még itt is fém logó Gillette, nem tudom mennyi látszik, ott van amennyire. Gillette. És legyen a lényegben, hogy csak is azoknak ajánlom, akinek van vagy Fusion, vagy sima ProGlide, sokkal kényelmesebb borotvább, jobb fogás van, hiányzik a gumírozás a borotváról, tehát konkrét borotvai élményben sehol sincs. Még az én óriási kezembe is látjátok,
Ez egy nagy borotva, tehát ez legalább egy 2 centivel hosszabb, mint a hosszabb borotva, plusz még a feje is hosszú, tehát így szerintem van egy 15 centis borotva, nem akarom megmondani, de látjátok, elég nagy, és nagyon jól néz ki viszont, menő a kis igazság, Justice League logó, hát, és ilyen tipikus Gillette marketing, mint a Star Wars-os és a többi, úgyhogy most nem fog pontozni, pontjait láthatjátok itt. Azt hiszem, vagy itt, az i-betűnél, az előző Pro Glide testnél, és igazából közel egy éves évfordulóra úgy éreztem, hogy akkor ez bejön nektek, mert lassan úgyis ünnepi hét, mivel egy éves a csatorna, jó? Köszi szépen srácok, hogy velem tartottatok, ez volt az limitált kiadású, igazságligájás Pro Glide, Gillette Fusion, mit tudom én már mi, borotva teszt. Ha tetszett, akkor iratkozz fel, dobj egy lájkot, kövess be Facebookon, illetve a másik csatornámat is. Találkozunk a következő videóban. Szevasztok!